A július 16-án megtartott monori testületi ülés megemlékezéssel kezdődött, hiszen még a veszélyhelyzet ideje alatt hunyt el Magócsi Károly volt iskolaigazgató, a napokban pedig Palkovics Károlya volt helyi választási bizottság elnöke. A hozzátartozóknak őszinte részvétünket fejezzük ki. Palkovics Károly úr, aki ugye 2020. július 14-én halt meg, ugye Karcsi bácsit mindenki ismert itt közülünk, ugye nagyon aktív szerepet vállalt a város életében, főleg az elmúlt időszakban, és főleg most az utóbbi időben a választások évében. Ugye gyerekkorától kezdve Monoron élt, általános iskolai tanulmányait Monoron, Vácon, Budapesten végezte, 1951 és 52-ben esztergályosként dolgozott, 1956-ban Budapesten az Árpád gimnáziumban érettségizett, majd szintén a fővárosban különböző munkahelyeken irodai munkát végzett. 1962-ben könyvelői képesítést szerzett a közgazdasági technikumban, majd 1972-ben mérlegképes könyvelő lett. 1976-ban a számviteli főiskolán diplomázott. Karcsi bácsiról ugye annyit, hogy 1985-től a szakszervezetek Monori Városi Bizottságának titkára, Monor Városi Jogú Nagyközségi Tanács tanácsadó testületének tagja. Az 1990-es önkormányzati választás után a Városfejlesztési Bizottság tagja, 1994 és 98 között ezen felül a Pénzügyi Bizottság külső tagja lett. 1998 óta a Pénzügyi Bizottság külső tagja lett szintén, 1992-től 2013-ig a Helyi Választási Bizottság elnöke volt, valamint a Kövál RT felügyelőbizottságának a tagja. 1995-től nyugdíjas, 1995-től 2003-ig a Délpesti Kórház főigazgatójának gazdasági tanácsadója volt. Kitüntetései, ugye 1990-ben Monorért emlékplakettet kapott, és a mezőgazdaság kiváló dolgozója, MEDOSZ elismerést több évtizedes szakszervezeti munkájáért kapta. Tehát az első ugye Palkovics Károly úr volt, a második pedig ugye a Magócsi Károly, ugye volt iskolaigazgatónk, aki még tulajdonképpen a veszélyhelyzet előtt halálozott el, és ugye itt a veszélyhelyzet alatt nem tudtunk róla megemlékezni, pontosabban a Strázsa újságban megjelent róla egy cikk. Nagyon szép kort élt meg, életének 95. évében hunyt el, nyugalmazott általános iskolai igazgató. Monoron az Újtelepi iskolában volt igazgató, 1950-ig az Adi úti általános iskolában tanított, majd 1957-től az iskola igazgatója, 1970-től a Monori járási hivatal művelődési osztályvezetője, végül nyugdíjba vonulásáig a Monori Erdői iskolát vezette. Számos díjjal kitüntetett igazgató, aktív résztvevője volt a műkedvelő színjátszásnak, tagja a pedagógus szakszervezetnek, 13 éven keresztül a Monori járási Vöröskereszt elnöke volt. Ugye a élet furcsa fintor, hogy éppen pont most, ugye július 16-án 14 órakor van ugye a megemlékezés róla ugye a református temetőben, vagy ravatalozóban. Úgyhogy én kérném a képviselőtársaimat és a jelenlévőket, hogy az ő emlékükre egy perces némi megemlékezéssel búcsúzzunk.
Adásunkkal egy időben kezdődött a Szent István téren a Monori Vigadó által szervezett ingyenes fúvószenekari kiskoncert, mely 18 órától a Tavas Parkban a játszótér mellett folytatódik. Érdemes még kilátogatni a programra. Szeptember 12-én először kerül megrendezésre a Monori Pincezene Fesztivál az Orbán téren. A fellépő zenekaroknak augusztus 15-éig van lehetőségük jelentkezni a www.vigadokft.hu oldalon keresztül, ahol a részletes felhívást is olvashatják. A szeptember 12-i rendezvény délután 2 órakor kezdődik. Honorváros önkormányzat képviselő testülete pályázatot írt ki a 2020-2021-es tanévben a monori középfokú intézményekben tanulók, illetve a 2020. szeptember 1-től felvételt nyert tanulók részére. Az ösztöndíj elnyerésének alapvető feltételei, hogy a tanuló állandó monori lakos legyen. Évvégi tanulmányi átlaga alapfokú oktatásban részesülő tanulók esetében legalább 4 egész, gimnáziumban vagy szakközépiskolában tanulók esetében legalább 4,5 legyen. A magatartás pedig példás vagy jó. A család egy főre jutó jövedelme a mindenkori minimálbér másfélszerese alatt kell, hogy legyen. A pályázatok benyújtási határideje augusztus 14-e. Honorváros önkormányzatának képviselőtestületének határozata alapján a monori polgármesteri hivatalban július 27-től július 31-ig igazgatási szünet lesz. Ez idő alatt ügyfélfogadás sem lesz. Sürgős esetekben a 29-es körzet 612-300-as központi szám hívható. A Monori Petőfi óvoda pályázatot hirdet 6 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére a Bajcsy-Zsilinszky utcában található új telephelyére. A pályázatok benyújtásának határideje július 21-e. A részletes felhívás Monorváros honlapján olvasható. További tájékoztatás Zsember Ágnes intézményvezető nyújt a 0620 441 09 33-as telefonszámon. A Monori Kossuth Lajos óvoda pályázatot hirdet 4 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére. A pályázatok benyújtásának határideje július 31-e. A részletes felhívás szintén Monorváros honlapján olvasható. További tájékoztatást Trincsiné Márton Zsuzsanna és Gyengéné Búrján Szilvia intézményvezetők nyújtanak a 29-es körzet 410-739-es telefonszámon. A DTKH Nonprofit Kft. Szolgáltatási területéhez tartozó települések lakosai számára július 6-ától a Monori Hulladékudvar az alábbi nyitvatartással üzemel a Bajcsy-Zsilinszky utca végén. Kedden és szerdán reggel 7 órától délután 4 óráig, páros hét szombatján pedig reggel 8 órától déli 12 óráig. A hulladékudvarban a háztartásokban keletkező szelektíven gyűjtött hulladékok átvételét munkatársaik abban az esetben tudják teljesíteni, amennyiben a behozni kívánt hulladék megfelelően szétválogatásra került. A hulladékudvar igénybevétele minden olyan lakos számára térítésmentes, aki felmutatja a DTKH Nonprofit Kft. Szolgáltatási területéhez tartozó településre vonatkozó lakcímkártyáját, illetve a befizetett hulladékszállítási számláját igazoló bizonylatot. Ez lehet csekk, vagy az átutalási megbízás. Mindezt a www.monor.hu oldalon olvashatják. A Gyáli Ady Endre Általános Iskola tanítót, testnevelés és rajszakos tanárokat keres. Modern iskola és sportcsarnok befogadó tantestület színvonalas feltételek várják az új kollégákat. Jelentkezni a képernyőn is látható elérhetőségek valamelyikén lehet. A Monori Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályának munkatársai folyamatosan ellenőrzik illetékességi területükön a közúti közlekedési szabályok betartását, köztük a sebességkorlátozás betartását is. A rendőrök július 11-én Péteriben rögzítették, ahogy egy személygépkocsi a megengedett legnagyobb 50 km/h sebesség helyett 121 km/h sebességgel közlekedett. A járművezetővel szemben az egyenruhások közigazgatási eljárást kezdeményeztek. A Monori Rendőrkapitányság felhívja a közlekedők figyelmét, hogy a közúti közlekedési szabályokat tartsák be. A bekövetkezett balesetek elsődleges oka a sebesség nem megfelelő megválasztása. A sebesség helyes megválasztásával megelőzhetőek a közúti tragédiák.